Hello, hello! Most játszani fogunk. Méghozzá egy igazi kis agymozgató játékkal, nem ilyen pif-puf lövöldözősökkel. Aki ismeri, annak nem mutatok újat, aki nem ismeri, annak viszont szerintem tetszeni fog. Nem a legyen ön is milliómos, de kicsit hasonló, hogy kérdésekre gyorsan kell válaszolni. Ez a játék nem más, mint a honfoglaló, de most átmegyünk a monitorra és megnézzük, gyerünk! Hello, hello. Pillentyűt ragadtam. És akkor most nekiesünk a honfoglalónak. Jó? Na nézzük. Itt a játék. Játsz most. De hogyan? Hát vagy beregisztrálok belépésnél. Vagy mivel én már be voltam regisztrálva, ezért beléptem. Visszamegyünk egyet, de Facebook loginnal is be tudunk regisztrálni. Ha be vagyunk lépve Facebookra, akkor ez a legegyszerűbb. Megnyomjuk a Facebook logint. De most inkább a beregisztrált Fagyizoli Gmail-re fogunk belépni. Most ezzel már leverettem egy pár kört. Lássuk is. Azt mondja, hogy a játék maga egy kérdezős játék, ilyesmi, mind a legyen ön is milliómos. Kérdések vannak. Az a pláne, hogy itt pár másodperc van csak a válaszadásra. Egyszerre három ember játszik. Egymás ellen Magyarország térkép, és azon a megyéket kell elfoglalni. Kinek lesz több megyéje, az nyer. De hát úgyis mindjárt látni fogjuk. Nos. Mit látunk itt a kezdő képernyőn? Ugye kilépést, reklámot, mindenek előtt ugye. Megosztás Facebookra, Twitterre, lényegtelen. Látunk egy honfoglaló webshopot, ahol ilyen pólókat, ilyesmit lehet vásárolni. Ranglista, statisztikám, segítség, nyereményjáték, stb. Segítségnél figyelni kell, mert külön ablakban nyílik meg, és a háttérben. Én egy darabig nyomkodtam, hogy segítség, segítség, nem jött elő semmi, az kiderült, hogy a háttérben 20-szor megnyitottam a segítségablakot. Na, itt láthatjuk az én nevemet. 5-ös szinten vagyok, 500 XP-m van. És 5-ször játszottam. Plusz megalapítottam a kütyümániások klánt. Klán szintje 1, XP 300, játékok 3 a klánon belül. Ha valaki régen játszott már ebből a honfoglalóval, akkor annak újdonság lehet, hogy vannak benne ilyen különböző dolgok, amiket venni is lehet, meg napi szinten termelni. De arról is mindjárt kitérünk. Itt van például a kalapács segítség, segít megválaszolni egy nehéz feleletválasztós kérdést. Kicsit távol vagyok a monitortól. Sajnos ez a facecam nem nagy látószögű. És ilyen közel szoktam lenni a monitorhoz. Ez nem jó. Tehát jó, messzire kell gurulni, hogy benne legyek a képben rendesen. Most meg besötétedett. Jó. Akkor mi van itt még? Legénység segít megválaszolni a kérdést. Ezek. Papagáj segít a tippelős kérdéseknél, ebből még nincs. Ebből már van egy nekem, a távcső segít a tippelős kérdéseknél, van egy ilyen szárny. Ejtőernyős támadás segít szárnyakat növeszteni, hogy berepül és megtámadj egy nem szomszédos területet. Igen, mert a megyéknél úgy van, hogy kiindulsz egy várból, és elfoglalod a környező megyéket,
De téged, a várodat csak akkor tudják megtámadni, hogyha közvetlen szomszéd megyét már elfoglalták. Kivéve, ha van ilyen szárny, mert akkor rögtön rá lehet menni a várra. Ez mi? Tematikus támadással kiválasztod a kedvenc témakörödet. Na, ez jó. Mert én mondtam, én fociba gyenge vagyok például. Erődépítéssel megerősítheted a bázisodat, vagy valamelyik kritikus helyen lévő területedet. Akkor ez lehet, hogy olyan, mint a vár, az három toronyból áll, tehát három kérdést kell a támadónak jól megválaszolni ahhoz, hogy lerombolja a váradat és átvegye. És akkor lehet, hogy ez olyan, hogy épít egy plusz tornyot, vagy mit tudom én. Vannak a statisztikáim, szintén lényegtelen. Nyereményjáték. Na ez már érdekes lehet, ugyanis a játékban szerzett XP-ket, vagy aranyakat, vagy mit tudom én, mi a frász van benne. Azt el lehet használni arra, hogy itt licitálunk ilyen nyeremény dolgokra. Most csak ez a kettő van, amiben egy már le is jár, de múltkor elég sok volt itt. Például itt van a Hollister vásárlási utalvány 5000 forint értékben. Ágnes 14 nyerte meg, 725 ezer aranyal licitált rá. Ma is tanultam valamit című könyv. 27-én jár le a licitje. Tehát ilyesmiket. Múltkor valami wellness hétvége, meg ilyen hülyeségek is voltak. Tehát ez csak úgy érdekességnek, hogy a játékban szerzett pontokat ilyesmire el lehet költeni. Tehát fizikai nyereményre be lehet úgymond váltani. Persze csak ha te nyered a licitet. Na! Azt mondja, hogy nem tudom, hogy lehet bejutni. Ranglisták. Okay, jó barátok, stb. Na mindegy, menjünk rá arra, hogy játszom. Na, pörögnek a maluk. Nézzük a játékot. Tehát itt van a Magyarország térkép. Heti top, nem érdekel a heti top. Na szóval Magyarország térkép, megyék. Játék felületen látjuk, na ezt kerestem itt az előbb ki. Játékindítás, a váram és a klánom. Hát a klánomban úgy sincs senki, azt nem nézzük. Vannak itt beállítások is például, ahol testre szabhatom a figurámat. Beállíthatom a régiómat, én Baranya megyének gyűjtöm a pontokat, mert a ranglistán megye szerint is van, hogy melyik megye szerezte a legtöbb pontot. Pest van legfelül most. Na, meg hogy legyen hangzene, stb. Személyes adatok, azt nem adom meg, minek. Lehet választani, hogy hogy nézzen ki a figurám. Na én most ezt választok ki. Már a figurák játék közben hogy nézzenek ki. Ez olyan, mint hogyha a kártyának a hátlapját megválasztanánk. Megint közelebb jövök. Kicsit több fény kéne. Az arcra. Egy picit jobb lett. Na, füles vissza. Nagyszerű. Villanytűzet a zöldbe, mert én mondtam, messze vagyok az asztaltól. Nos, akkor ennyi a beállításoknál. Testre szabásnál itt tudjuk testre szabni fiú, lány. Jaj, ne, elcsesztem. Most újra be kell állítanom, jó? Választunk egy testalkatot, választunk sírót, szem, oké, orr, meg ilyesmi, száj, színek, szemszín, bajusz szín, hajszín, bőrszín,
Jó. Ez marad. Jó. Becsukom, és akkor indítsuk a játékot. Nagyon nem fogom tudni felolvasni közben a kérdéseket. Inkább csak reagálok rájuk, mert tényleg pár másodperc van csak arra, hogy megválaszoljuk. Ja, nem mentem rá ide a váramra. Fizetésnap. azt elfelejtettem mondani, hogy ugye van a... Picsőzött, levetem a hangerőt, leveszem a fülesből. Na szóval, mindenki kap egy várat. Amikor elkezded a játékot, akkor egy ilyen 5-6 pályás oktatómód jön be. Annak a végén megkapod a váradat, ami folyamatosan fejlődik a játék alatt. Most ugye egy egyes szinten álló váram van, amiben van 5 lakás. És akkor az a lényeg, hogy ezek ennyi, tehát alapból hoz 3000 arany bevételt hetente, lakásonként 150, várszint, ebből ad, vagyis az 5 lakás 150-et, várszint miatt kapok 300-at, és akkor így hetente kapok 3450 aranyat. Most van jelenleg 3390, ugye ebből lehet licitálni ott a játékba. Fejlesztések. Le kell játszanom 3 játékot az első szinthez. Pipa, a 2-es szinthez benne kell lenned a régiós ranglista top 50-ben. Hát akkor egyelőre egyes szinten maradok. Rendben, értem. Jó. Na. Ezt nem hiszem el. Na, beadja a megyéket. Válaszolj! Na, legyen 1907, csak tippelni tudok. 1967, jó, közel jártam. Úgyhogy én választok. Az érre törtél. Az első helyezett kap 2 megyét, a második 1-et, és a harmadik ugye semmit. Megyénként 200 pont. Alapból ugye 1000 pont van mindenkinek, és így már van 1400-an. Válaszolj gyorsan! Hahahaha, de utolsó lettem. Azt se tudtam, miről szól ez a kérdés. Nem értek a borokhoz, meg a borászathoz. Visszavonulás!
11. 6. Nem, egy második helyre jó voltam. Ez a kamera miért veszi mindig vissza a fényt az arcomról? Azt nem tudom. Visszavonulás! Visszavonulás, igen. Siess! Nem szarozunk a válogatáson. Az érre törtél. Általában megye választásnál az a taktika kell, hogy körbe rakod a városodat, hogy nehezebben érjen az ellenfél. Csíves! Na, legyen 40. 30. Akkor én nyertem. Oda. Így közvetlen elérem az ő várát, meg az ő várát is ott alul a pirosnak. Csíves! Mi? Ja, jó van, nem értelmeztem jól a kérdést. Látom a többiek se. Kezdődjön a csata! Jó, kezdődjön a csata. Kiválaszt. Nem én. Fogadjunk engem, támad meg. Mondom én. Jaj, nem, 11. De, jó, akkor nyertem. Megúsztam a támadást a jó válasszal. Angár! Csíves! Mit tudom én? Oh, jól tippeltem. Megyünk a várra rögtön. Vártámadás! Dob. Hárfa! Jól van, biztos értek a zászlókhoz. Második kör. Angár! Csíves! Legyen ez a Hammurapi. Ókori görögöm. Vártámadás! Gyulladásra. Öt. Hét. Bocsi. Tudja, hogy ezt vagy csontkovács vagy orvos. Tanulgató. Bár lehet, hogy fődoki játszik. Angár! Lazanya! Válaszd a vajas kiflit! Tejber is, bazd meg! Jól van. Harmadik kör. Garfield. Kedvenc étel a tejperés. Hát persze, mert az bikini, te.
el focit, nem szeretem a focit! Csies! Ez a izé, azul, nem? Hú, csak tippeltem, milyen Real, meg ilyesmi. Melyik az? Nem? Azt oroszlán? Csies! Szabadság! Árpád? Hehehe, pedig! Nem vagyok ismerős Pesten. Meghódítottad a piros birtokot. Bocsi! De az ellenfélnek kiütöd a várát, megszerzed a teljes területét és az összes pontját. Hangár. Szép húzás volt. Hangár, neked. Uha! Legyen ez a Sir Humphrey Davy. Jól emlékeztem. Bocsi. Utolsó kör. Hajts a győzelemre. Persze megyek a várra. Csies! Talizmán! Csies! Legyen esztergomi bazilika. Valahonnan emlékeztem rá, hogy az nagy. Triska ide! Csies! Macskáktól! Ne! 13-as számtól. Még arra kellett volna gondolnom először. Menj rá a váramra! Vártámadás! Erről van szó? Csies! Montenegro. Ez egy ilyen pici. Ezer... Csies! 966? Király! Kurvára nem tudtam, de legalább én tippeltem rosszal. Jobbul a rosszul. Vége a játéknak. Vége a játéknak is. Nyertem? Nyertem. Dicsőséges győzelem! És közben kiderült, hogy fos ez a játék. Ugyanis nagyon jó lenne a játék. Csak nem játszhatsz addig, amíg nincs 3000 aranyad. Mi van? Na. Itt tölthetek csapos, még egy sört kérek. Já, hetente egyszer örömmel megosztom veled a tömeg hangját. Igen. Tehát hetente egyszer kapsz egy ilyen tömeg hangját, ami kiválassza neked a helyes választ. Ez olyan, mint milliómosban a közönség segítség. Vehetsz is belőle 9000 aranyért 10 darabot. Ez hasznos lesz, begyűjtem. Jó, hát hogy itt mikből kaptam már. Na, itt ha rámegyek, akkor mutatja, hogy van egy kovács műhelyem, termelés, egy darab 24 óránként. Tehát minden 24 órában kaphatok egy ilyen kalapácsot, tök ingyen. Na. Raktáron van 2, és 79%-on van a következő. Plusz tudom fejleszteni a helyet is. Most 100 000 aranyért tudnám fejleszteni, hogy 12 óránként 2 kalapácsot tudjak kapni. Hát mindegy. Kocsmáros, aki az előbb adott nekem valamit, azt is lehet fejleszteni. Itt ez még zárva van, van ez a távcső, ami... Itt ezt is lehet fejleszteni, és akkor nem 168, tehát nem egy hét alatt kapom az egy darabot, hanem 24 óra alatt. Szintén ez a szárny.
Ez is ilyen segítség, ez is ugyanúgy, ha fejlesztem 20 ezer aranyért, akkor nem 168 óra alatt kapom, hanem 24 óra alatt egyszer a segítséget. És amire az előbb azt mondtam, hogy genyaság, az ez, hogy nem tudok játszani, mert ilyen bónusz kalandjaimat. Rámegyek erre, hogy játsz. És ó, sajnos elfogytak a fegyvereid innen. És nem tudsz játszani. Csak ha veszel 3000 aranyért ilyen fegyver, de nincs aranyam, ezért pénzé kéne venni. Magyarul akkor én már nem is tudok játszani. Köszönöm, majd később. És akkor ennyi. Itt van 390 aranyam. És 73 perc múlva fogok kapni egyet. 73 perc múlva visszajöttek játszani. Jaj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 
Azt piszkosolnám, jó? Na hát akkor az a lényeg, hogy itt naponta egy-két kör tudunk játszani, hát... Régen ilyen nem volt, bocs, de régen folyamatosan lehetett játszani, ezt nem értem. Hát, bocs, honfoglaló, de fos vagy. Nem fogok venni aranyat. Pedig nagyon jó játék lenne. Aj, babám. Vagy hogy Herbie mondaná, ó, te fiú! Kész, fantasztikó. Hogy Zoli, X-fél a klánban. Nől a klán szintje, ha elérem a X-ezer XP-t. Persze, mert ha több embert beszedek. Akkor ők is termelik ide az XP-t az ő játékukkal. Azt nem tudom, hogy... Aha. Jó, csetelni is lehet a klántársakkal, hogyha úgy van. Hát, akkor ennyi volt. Egy nap múlva jön 3480 arany. Ja, meg ebben a játékkal szereztem, mert az előbb ugye 5 házam volt. Most ezzel a játékkal szereztem még egy házat. Így már 180 aranyat, tehát házanként 30 arannyal többet kapok. Tehát egy nap és 17 óra múlva kapok 3480 aranyat, ami azt jelenti, hogy tudok venni még egy körjátékot. Plusz itt 71 óra múlva lesz, bocsánat, 71 perc múlva tudok még egyet játszani. Viszont most nem fogok itt ülni 71 percet. Hát mindegy, ez volt a játék. Nagyon sajnálom, hogy ilyen... úgymond már nem ingyenes. Mert... ha játszani akarnák, pénzt kéne fizetni nagyon keményen. Most aztán lehet, hogy az ember időnként bejön, játszódozik egy kicsit. Akkor ugye fejleszgeti a várát. Ugye minden játékkal 30 aranyat több jön egy héten. Meg a... és akkor... előbb-utóbb lehet, hogy több aranyat kapsz. És... akkor többet tudsz játszani. De nagyon szomorú vagyok, tényleg. Igen, úgy volt ez, hogy annyit játszottam, amennyit akartam. Be akartam mutatni, hogy milyen jó ez a játék, aztán nem is. Pedig úgy, hogy jó lenne ez a kérdezgetős, milliómos-szerű játék, ez nekem bejön. Mindjárt csinálok egy milliómost én is, ilyen milliómos gameplayt. Na jó van, hát akkor ennyi volt ez a honfoglalós bemutató. Ali-ali.